Amióta a két kereskedelmi csatorna eláraszt bennünket a különböző tehetségkutató műsorokkal, egyre több fiatalról derül ki, hogy színpadra született. Valaki táncban kiváló, más pedig a bűvészkedésben, a legtöbben pedig énekhangjukkal szeretnének elkápráztatni bennünket. Azok a szegedi gyerekek is, akik sorra halmozzák a kupákat és az érmeket. Jó, mindegy, az elsőknek kell két mikrofon, a többieknek lehet egy-egy-egy. Bár ezen dal szerint hős szeretne lenni ez a lány, valójában viszont énekes sztár. Csak úgy, mint Viki, vagy Zsófi, vagy ő, szóval ők mind a 15-en. Sőt, ki ne álmodna a csillogásról, a koncertekről, a rajongótáborról. Annyi a különbség mások és köztük, hogy nekik az álmuk részben már valóra is vált. Csak ebben az évben több tucat elismerést szereztek. Legutóbb például a Gigasztár versenyén zsebelték be a legjobbaknak kiáró érmeket. Nagy Renáta kiskora óta tudja, énekelni szeretne, ehhez ért a legjobban. 6 éve folyamatosan képzi a hangját, a Cegléd énekversenyen második lett. Nem kapott a kupa mellé egy hatalmas ajándékot is. Csík Sándor, aki meg a sztárosoknak volt az ének tanárja, ő felajánlotta, vagyis hogy az volt a nyereményem, hogy az ő magánének iskolájába énekelhetek, szóval hallgatója lehetek, úgyhogy nagyon örülök ennek, és majd járni fogok hozzá, úgyhogy tök jó. Ma már sok megasztárunk és kis csillagunk van, de mielőtt méltatlanul ledegradálnánk az ő tehetségüket, igenis hozzá kell tenni, hogy a televíziós szereplés meghozta számukra a rég várt elismerést, így akár Olái Bolya vagy Tabáni István ma már nem csak kiváló énekes, hanem ismert is. Egy dalnál, hogy az tényleg hasson a közönségre, az is fontos, hogy beleélje a szerepbe magát az előadó. Vikinek ez könnyen ment. Színházi tapasztalatai is vannak. Játszott a Diótörőben, most pedig a Csongor és Tündében. Aki énekelte, ő is színész szeretett volna lenni, és nekem is valami ilyen téren vannak terveim. Tehát akkor nem is énekes, hanem színésznő szeretnél lenni? Hát az éneklés is persze nagyon tetszik. De megszerettem a színészetet is. Kérdik majd, honnét elász, honnét e tűz és a bány, hol bújik át rejtélet-e, vérében üvölök forrad jazz, bármi csak kicsi a csúcson lesz, Emiller nagyobb a így, és Fred és Jean jött, és rajta, azt nem, úgy jött Miss Lézán, és nyert! Vas Viktória lett a Ceglédi Gigasztár első helyezettje. A zsűriben ült például Malek Andrea is, aki fel is kérte egy közös szereplésre. Ezen kívül 2009-ben Viki még 4 elismerést gyűjtött be, de tudja, ilyenkor sem szabad elszállni, és azt sem bánja, ha valaki negatív kritikával illeti. Olyat is kell, hogy mondjanak, és akkor abból tudsz tanulni. Sok tehetség elvesz, mert nem gondolják, hogy elég jók, vagy mert nem támogatják. Persze olyan is akad, akiből nem lehet többet kihozni, akiből biztos nem lesz szólista. Egy idő után vagy úgy érzi, hogy na én eddig tudom, és innentől hiába kapaszkodok, és akkor elmegy, vagy pedig marad, de pontosan azért, mert az előbb említett visszatartó erő, ez a családi közösség, ez itt tartja, a barátait tartják, és attól függetlenül, hogy ő tudom, nem lesz egy világra szóló szólista, attól meg lehet egy nagyon jó vokalista, és bármilyen műsorban a fölépésen tudom használni. A versenyek, a tehetségkutató műsorok igenis fontosak. Gondoljuk csak el, mi lett volna, ha a Mickey Mouse Show-ban nem lépett volna fel Britney Spears, Christina Aguilera vagy Justin Timberlake. Ez az ének stúdió 10 éve működik, több mint 160 tanítványa volt. Itt kezdte például a Crystal frontembere is, Kassa Tibor, és még sokan mások.
Zsurkán Zsaninak nagyon sok fölvétele van, hogy az Operettszínházba énekelt, akkor a Miniszter Együttes, aki szintén tőlünk indult ki, Talentének stúdióból, nekik is CD-jük, fölvételeik, videoklipjeik vannak. Tücsök, aki Varga Júcsi néven futott be, és a Budapesten a musical színházba énekelt. Tehát igazából vannak olyan alapok, olyan minták, amiket én időnként megmutatok a gyerekeknek, és úgy gondolom, hogy ez úgy dobja őket előre. Érdekes módon nem a színpadon lámpalázas, ott tud igazán megnyugodni. Renihez hasonlóan ő is évek óta fejleszti a hangját, és ahogy ő mondja, a csapatban nincs rivalizálás, sőt, egymástól tudnak a legtöbbet tanulni. Nagyon jó meghallgatni a társaimat, mert látjuk, hogy miben lehetne neki, és akkor például, amikor versenyen vagyunk, neki mondja a zsűri, akkor még mi is tudunk abból tanulni. Nem csak a mi kritikánkból, tehát hogyha figyelünk egymásra. Kiforrott énekhang, ami gyerek szinten kiforrott énekhang, az 9-10 éves korban jön elő igazából, tehát ott már meg lehet állapítani a gyerekről, hogy na ebből lesz valami, vagy pedig esetleg sok-sok küzdéssel lesz valami. A lányoknál bizony a mutálás ugyanúgy beletartozik az életükbe, mint a fiúknál, csúsznak a magas hangok, nem jön neki, elcsuklik, éppen a stúdió egyik kedvence Zsani, 2 évet kínlódott a mutálásával, mire beállt a hangja. Ezek a lányok bár sokat szeretnének elérni, van B-verziójuk, ha valami mégse jönne össze. Szépségiparba szeretnék elhelyezkedni. Ha nem jön össze, akkor esetleg szállodai igazgató szeretnék még lenni. Miért pont az? Nem tudom, ahhoz nagyon sok nyelvtudás kell, és én nagyon szeretnék nyelvet tanulni.